A polgármesteri hivatalnak is helyet adó művelődési ház, a buszváró, illetve a strandépület, tovább az óvoda épületei is megéltek egy energetikai felújítást Petőfi bányán. Ehhez a faluban két projektet valósítottak meg, összesen több mint 150 millió forint értékben. A polgármester Juhászné Barkóczi Éva szerint a 100%-os állami és uniós támogatással érkezett korszerűsítést a falu magától nem tudta volna kigazdálkodni. Saját költségvetésből nem valósult volna meg, tehát van ugyan tartalékunk, egy olyan 60-65 millió forintos tartalékkal rendelkezik az önkormányzat, de 150 millió forintot nem tudtunk volna rászánni erre, illetve ha hitelt is vettünk volna fel, azt, annak a visszafizetése a működési költségek terhére nem tudtuk volna megvalósítani. Az óvodák és az óvodakonyha belső felújítását is tervezik a közeljövőben, erre is talán lehet lehetőséget a beruházásokat avató Szabó Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője vélekedése alapján. A polgármester asszony már jött egyből egy új ötlettel, hogy hogyan tudnánk továbbítni, mit kellene még felújítani. Jönnek a területi operatív programok, ezen kereten belül elég sok pénzügyi lehetőség lesz, és hát részben a kormány, tehát a magyar állam támogatásával, részben pedig európai uniós forrásból föl tudjuk újítani úgy a településen belül az épületeket, hogy ehhez a településnek nem kell egy fillérrel sem hozzájárulnia. Egy műfüves pálya építéséről is gondolkodnak Petőfibányán, valamint egy új közösségi tér kialakításáról, és a művelődési házon belül ugyancsak lehet fejleszteni, sorolta Szabó Zsolt. Majd hozzátette, a település is összefogott és a fejlesztésekre koncentrál, így jól lehet előre haladni.